Köszöntöm a SpaceBridge nézőit! El nem tudom mondani nektek, hogy gyermekkoromban mennyire örültem a Mindörökké Batman című filmnek. Órákig tudnék nektek sztorizgatni róla, hogy mennyire vártuk a legjobb barátommal, hogy megnézhessük végre a filmet ami promóciós anyag elérhető volt számunkra, az beszereztük, de komolyan, ha az újság árusnál találtam egy újságot, amiben egy picike info is volt a filmről, azt rögtön megvetettem anyukámmal, de a lényeg, hogy megnéztük a filmet, és nagyon elégedett voltam a végeredményével. Összességében nézze, mindig úgy gondoltam, hogy az 1995-ös Batman Forever egy kiváló film, aminek kiváló sztoria van, kiváló színészek játszottak benne, és a Kenner pedig kiváló figurákat gyártott a filmhez, amelyekből most be is mutatok nektek hármat, nyissuk is az űrhidat. És itt is van akkor három figura a gyermekkorom egyik legmeghatározóbb című filmjéből, ugye a mindörökké Batman című film, a három figura, aki pedig nem más formál meg, mint itt van nekünk a kétarcú Harvey Dent, Batmanről egy figura, és Bruce Wayneről egy figura, vizsgáljuk is őket akkor meg közelebbről, a szokott módon, hogy megszoktátok már tőlem. Kezdjük akkor a vizsgálódást a Sonar szenzor Batman figurával, amelynek a színezése elég jó lett, ami nekem akkoriban nagyon-nagyon sokat számított, mert ö, akkoriban nagyon nehéz volt beszerezni egy szürke-fekete ruhás színű Batman figurát. Ugye tudjátok, korábban erre már panaszkodtam, hogy mindenféle színben kiadták sokszor ezt a hőst, csak abban a színvilágban nem, amiben ki kellett volna adni. Hát akkor kezdjük a vizsgálódást a figurának a fejével, már ahogy megszoktátok tőlem a figuráknál. A feje egyébként nem rossz neki, tehát azt mondom, hogy a szája az úgy felismerhető, hogy mernek a szája, én úgy gondolom, hogy elég jól visszaadja a figura. E, jó, hát rendben van, nem teljesen igazi ez a Batman fej, de felismerhető, és már ez is számít, úgy gondolom. A torzója az jó lenne, ha nem lenne festési hibás, ugye megnézitek ez az hasrész, páncérrész, ez nagyon szépen ki van dolgozva, viszont itt félre nyomták neki gyakorlatilag a Batman szimbólumot a mellkasán, amit én már itthon fedeztem fel és hát eléggé bosszus voltam miatt, megmondom őszintén, meg volt egy kis dilemám annak, hogy megkérjem anyunktól ezt a figurát, vagy nem. De aztán egyre jobban elment tőle a kedvem, miután már hazajöttünk és megkértük. Persze ezt nem mondtam el neki, de lényeg az, hogy van egy ilyen hibája neki, hogy félrement a Batman szimbólum. Amit látjátok, tényleg az öveg ki van neki dolgozva. A kezein azt mondom nektek, hogy ez a az is rendben van, nincsen rajta semmi fölösleges dolog, meg vannak rajta ezek a karthálító pengék, fekete kesztyű, szürke torzó, az öv az ilyen bronzszínű, a lábain is kellőképpen azt mondom, hogy a mintázat az rendben van, és hogy haladunk tovább, látjuk a csizmáját is. És feltűnik nekünk, hogy nincs neki a sarkányuk. Pedig a kenerféle figurák többségének mindegyiken legalább az egyik lábán van neki lyuk. De mindegy gyerekként nem foglalkoztam vele annyira. A palástja ilyen gumiból van neki, ami azt mondom, hogy így ha a polcra letesszük, akkor egész jól néz ki, de játék szempontjából viszont egy katasztrófa, tehát inkább csak akadályoz minket a játékban, mint az, hogy szeressük. Na most a figurának van egy trükkje egyébként, ami egy egész kis diszkrét trükk, tehát azt mondom, hogy ez nekem jobban tetszik, mint amikor ilyen hatalmas nagy sugárágyú jár a figurához, vagy ilyesmi, de a lényeg az, hogy ha derekán megnyomjuk ezt a gombot, akkor a fej vállán kiugrik ez a fegyver, ami nagyjából úgy néz ki, hogy így megnyomom, és ennyi. És akkor itt van neki a fejem vállam vállán egy ilyen Predator lézerre emlékeztető, egy ilyen kis dupla csövű elvileg ez a szonár szenzor fegyvere neki. Ez egyébként még így is azt mondom, hogy olyan, mintha valami kis ágyú lenne. Hát így megmagyarázza, hogy miért ilyen féloldalas nekünk a palástja. Mm, Oké, okay, de jól működik maga a trükk. Mondjuk ennélkül is el volna, most őszintén nem. A palást egy kicsit félre mozdult, akkor látjuk, hogy hátul is egész jól megvan neki csinálva, hogy ez a válfegyver résznek van egy ilyen plusz Tartó része, egy ilyen aszimmetrikus, ugye ez miatt az egész karakter. De így azt mondom, hogy ez így oké, okay, rendben van. Megmondom őszintén, hogy én a videó készítése előtt vizsgáltam meg ezt a figurát, és akkor tényleg egy alaposabban, tüzetesebben megnézem, és én sehol nem láttam rajta uh, Kenner általi jelzés, hogy ezt mikor gyártották volna, hol gyártották volna, hogy gyártották volna. Tehát nagy valószínűséggel ez a figura, megmondom őszintén, a hamisítvány. Megnéztem az eredetiét is neki, uh, azon rajta van a felirat, és valószínűleg ezért nincsenek neki a sarkain lyukak. Ettől függetlenül, hogy nagyon jól másolták vele az eredetit, hát mozgathatóság szerint ugyanazt hozza, mint a többi Kenner figura, ugye egy karjait nagyjából körbe lehet neki forgatni, már amennyire engedi ugye maga a kar, a lábait be lehet neki hajlítani, csak utána meg kell találni azt a pontot, hogy ez a figura megálljon. És hát Megvan őszintén, hogy talán ez nagyon-nagyon jó esélyke pályázhat ez a figura arra, hogy a legrosszabb Batman figura kiegészítői vannak neki. De mielőtt még megnéznénk őket, jön egy összehasonlítás. Itt van nekünk akkor, hogy az animated szériából a kedvenc batman vele így mutat. Hát oké, okay, picikét nagyobb a animated szériásnál. Minőségében azt mondom, hogy nincs különbség igazából a két figuránál. És akkor nézzük még vele meg Bane-t is, és jöjjenek akkor azok a híres kiegészítők, amiket az előbb már mondtam nektek. Nos, ezekről lenne szó. Tehát kapott a karakter gyakorlatilag egy pajzsot, meg egy korongvetőt. Ami még nem is hangzana rosszul, de ha megnézitek ezt a szín, szín, színvilágot, tehát ez, ez, ez tényleg, ez ilyen pinkipálnak illene, vagy nem tudom, tehát ez, ez az egész, ez a rózsaszín, és akkor hozzá ez a sárga, ez valami félelmetes. Na most megnéztem a figurának, hogy mondtam nektek, valószínűleg az eredetiét, öm, ott se sokkal jobb a helyzet. Mondjuk ott annyi, hogy legalább valamelyik része fekete a fegyvernek, de hát ez, 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 ez úgy működik, ez a fegyver, ugye, hogy ezt így megtoljuk, és akkor kilövi magából ezt a korongot, amit így oldalról így beteszek, így, megfogom, mint egy ilyen fecskendőt, és, és akkor így, így kilőjük vele. Na most ez, ez, ez olyan, olyan, fájdalmat okoz az embernek egyébként eznek az egésznek a kipréselése, hogy hát odaadtam a fiamnak a videó előtt kipróbálta, és azt mondta, hogy a kisgyerek korában ez, ez, ez valami iszonyat lenne, tehát tényleg Szóval ez nem egy ilyen tíz éves gyereknek készült, tehát meg hát ugye látjátok, hogy igazából célozni is elég nehéz vele, mert batman akartam eltalálni 5 méterről, de nem 5, 5 méterről, ne, 15 centiről, de nem igazán sikerült. Na, ha előttük a korongot, akkor viszont van egy olyan trükk, hogy ebből a pajzsból ki tudjuk szedni a belsejét. Mondom, ki tudjuk szedni. Tehát így gyengéd nyomással így kinyomkodjuk belőle. És akkor van nekünk még egy korongunk, ugye? Tehát ez úgy volt párosítás, hogy benne raktam egyébként színbe, hogy egy passzol ezzel, és akkor van egy második esély. De így is férem egy szóval valószínűleg, hogy kicsit defektesen megy az egész a dolog. Tehát kettő lövésre van lehetőségünk. Értem én, hogy a művész szerint ez jó ötlet volt, de elszerint inkább adtak volna neki egy ilyen grablik húkot, vagy nem is tudom. Hát a kezébe, az úgy néz ki, hogy itt található a pajzson egy ilyen kis Kisebb ilyen kis fogantyú rész, amit elvileg ebbe a kezébe lehet neki belerakni, így valahogy mutatom. Tehát ez is így, így, így beleszorult, tehát nem az, hogy megfogja, megmarkolja, hanem így bele kell szorítani. És akkor a másik kezére pedig itt található egy ilyen kis klip, egy ilyen kis csíptető, amivel ide így föl lehet rakni. És azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, most fejjel lefelé sikerült belerakni a Batman jelet, de szerintem látjátok, hogy mi van. Hát az biztos, ha megveszitek ezt a figurát, ezekkel a kiegészítőkkel nem fogjátok tárolni szerintem, ez nekem is mindig egy ilyen doboz aljába figyeltek, és nem nagyon játszottunk vele. Na mindegy, viszont innentől kezdem már megállítani a figurát, szinte fizikai képtelenség, tehát én nem is próbálkozok vele tovább, helyette inkább ugrunk a következő figurára, nézzük is akkor. És itt is van akkor a Tommy Jones által játszott két arcról készült figura, ami első ránézésre elég jó lett, de vizsgáljuk meg közelebbről, nézzük meg akkor alaposabban. Kezdjük akkor a fejével, ami tényleg elég jó lett. Tényleg azt mondom nektek, hogy abszolút felismerhető Mr. Jonesnak az arca, tehát, tehát jól visszaadja, próbálom nektek mutatni. Eee, még egy kis fókusz. Ennyit tudunk produkálni. A sérült arcrésznél azt mondom, hogy annyira nem erőltették meg magukat a fényezés, a színezés résznél, de azért az is elég szép, tehát hogy a sebb helyek itt egy, egy kicsit más szint is belevértek volna még a szájába, a szemefehérje azért látszódhatna neki. A haja az azt mondom, hogy hm, jó, rendben van, a sérült föl rendben van, másik oldalról rendben van. Maga a ruházat az nagyon igényes, egyetlen egy problémám van vele, a kapok egy kis fókuszt, akkor mondom nektek, igazából az, hogy hátulról a zaku, az már nem lett megfelezve. Tehát amit látjátok, itt elsforolták ezt a szint, igazából itt előről ez nagyon jól mutat a polcon, meg minden, de hátul itt ez érdekes, hogy ezt már nem színezték ki. Amúgy egyébként tényleg megvan neki ez a leopárd minta, ez a fehér tigris minta, mindenféle csík rajta, eltérő a nyakkendője, a cipője szintén, ami külön plusz jó pont, figyelembe véve az animated szériáshoz. Ugye, amint látjátok, az egyik cipőjén bizony van kívül egy ilyen acélbetét, és egy ilyen fűzős cipő, a másik az egy kicsit inkább egy ilyen elegánsosabb. Tehát ez egy ilyen bakancs, ez pedig egy ilyen elegánsosabb cipő. Ö, gyakorlatilag a kezébe viszont benne van fixen egy pisztoly. Tehát ezzel nekem megmondom őszintén, nem volt bajom. Oké, hogy nem lehet kiverni a kezéből, viszont mindig úgy tartja, úgy áll lövésre készen, hogy az kell, tehát jól mutat, azon kívül pedig tényleg egy olyan, hogy nem lehet elhagyni nem lehet elhagyni. Tehát jó, ennyi volt el a probléma, nem lehetett kiütni a kezéből, de ezt annyira nem zavart, tehát így el tudtuk képzelni. A másik kezét pedig úgy tartja, hogy meg tudjon vele fogni valamit. A mozgathatóság az rendben van, kenerfére dolgok, tehát fejét azt mondjuk úgy, hogy ennyire lehet körbetekerni, és én nem erőltetem tovább, de a karjait azt teljesen körbe lehet neki tekerni. És uh, igen, itt ez már mutatom, ez már eredeti, ez egészen biztos, tehát amit látjátok rajta vannak, itt a bizonyos feliratok, tehát ez egy licenszelt figura, itt látható neki ugye a lábán is a Kenner felirat, tehát abszolút oké, okay, ez így rendben van, ott van rajta, hogy 1995 be készült. A lábait azt így ennyire lehet neki, de még mindig nagyon patentok, még mindig nagyon stabilak. És akkor jöjjenek neki a összehasonlítás, jó? Összehasonlítás, aztán pedig nézzük a kiegészítőket. Nos, természetesen kimással hasonlítanám össze, mint a animétedes két arc figurámmal, akit már korábban bemutattam nektek. Hát igazából a kettő figura azt mondom nektek, hogy na, egy kis a fókuszt adnának a srácok. Igen, köszönöm. Uh, tehát így, így azt mondom, hogy rendben vannak, tehát így oké. Okay. Jó, ez az animated verzió, ez pedig Mr. Jones által játszott két arc verzió. Mind a kettő azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, fajnok. Még esetleg mellé teszem nektek ezt az előbb látott Batman figurát, amivel így mutatnak, méretben, hogy oké, okay, rendben is lennének. Na nézzük akkor a kiegészítőit! A figurának kettő darab kiegészítője van, az egyik egy ilyen tripla csövű, baromin nagy behem rakétavető, ami elméletileg úgy működik, hogy nekünk ez három rakétát tud kilőni. Na most, ha így hátrahúzzuk, ezt a kakast, akkor, amit látjátok, már bejebb is csúszik, és elengedem, és így kilövi. Utána fordítok egyet a csövön, és akkor megint hátrahúzom, kilövi, és akkor természetesen a harmadik rakétával is ugyanezt tudja nekünk produkálni, így ki tudja őket szórni magából. A rakéták egyébként ö, nem maradnak benne, tehát, hogyha egyszerűen csak így lefele fordítom, mert látjátok, hogy csúsznak is ki belőle, tehát egy olyan, olyan tipikus játék, hogy jaj, miért adtátok hozzá, tehát úgy vagyok vele. A lábait így lehet neki mozgatni, sőt kell is, és akkor ez elméletileg így meg is áll nagyjából magától, tehát ilyen, ez már egy kicsit javít a dolgon, hogy le lehet rakni legalább egy ilyen turetként, tehát egy távirányítós fegyver, vagy ilyesmi. De itt van neki elvileg ez a markolat rész, ezzel kell megfogni a két arcnak, ezt egy nagyon-nagyon külön öröm belerakni a kezébe. És, és lényegében így van. Oké, okay, végül is egy ilyen igazi nagy betmobil robbantó fegyver, de soha nem szerettem kimondottan ezt a kiegészítőt. Viszont a másik kiegészítő, amit most fogok nektek mutatni, Uh, a szerintem a legjobb kiegészítő, amit eddig figurához adtak, és ez gyakorlatilag úgy néz ki, srácok, hogy én ezt megkaptam 95-ben, ezt a figurát, de ez a kiegészítő nekem azóta ott van a polcomon. Tehát uh, ez a figura volt, hogy dobozba került, el lett rakva, de maga a kiegészítő, ami most jön, az nem. Tehát az valami félelmetesen klassz. És akkor itt is van, tehát erről lenne szó, ez gyakorlatilag az a Gotemi emlékérme, amit két arc a filmbe használt és dobált föl gyakorlatilag a levegőbe, eldöntve ezzel sorsát, eldöntve ezzel élet és halált, és ez nagyon klassz. Ez egy életnagyságú, fényből készült, egy, egy, egy igazi, azt mondom nektek srácok, hogy egy, egy olyan replika, amire most csak így simán önmagában szerintem elkérnének 5000 forintot, hogyha így meg akarnánk venni a boltba, legalább, és ezt így adták a figurához. Tehát én ezt mindig nagyon szerettem, volt, hogy gondolkoztam, hogy hordani is fogom magammal, imádtam a földobálni a levegőbe, de aztán szerencsére eh, időbe szereztem hozzá egy ilyen kis talapzatot gyakorlatilag, és ebbe tartom a vitrínbe, és az egyik legnagyobb kis kincsem, tehát tényleg azt mondom nektek, hogy tehát ennél mi kell több egy figurához? <laughs> zseniális, tehát zseniális. Eee ez miatt már csak tudom ajánlani ennek a figurának a megvásárlását, mert valami hihetetlenül jó. Na, azt mondom, hogy kellőképpen megnéztük ezt a figurát, és akkor most nézzük a utolsó figurát ebben a videóban, ami szintén nagyon kedves a szívemnek. És itt is van a Bruce Wayne tábrázoló figura, ami nekem a személy szerint a kedvencem ebből a turnusból. Több okból is, hát nézzük meg közelebbről, és közben elmondom, hogy mik ezek az okok. Természetesen a vizsgálódást a fejével kezdjük. Valami nagyon jól visszaadja a fiatal nőcsávászva a az arcát, tehát hogyha megnézitek, erre nem lehet panasz. Nagyon nagyon tényleg azt mondom nektek, hogy nagyon klassz. Itt egy nagyon picike kis kopás van a hajánál, de hát ez meg már az évek miatt van. És nézzétek meg, tehát körben mutatom neki, a haja meg van neki csinálva szépen, a fülei, az arca, a szeme, a szája, tehát ez, ez klassz, ez egy nagyon jól sikerült figura. Na most, ugye a figura az maga transformálható batman és ez megmondom őszintén, nem nagyon látszik rajta. Ami egy pozitív dolog, mert már voltak a Kennernek korábban ilyen próbálkozásai, ahol gyakorlatilag törekedtek arra, hogy Bruce wayne batman lehessen csinálni, de ott nem volt, nem sikerült jól a civil ruha. Ebben az esetben viszont igen. Van egy ilyen feketed tapadós pulóver rajta, amin még egy ilyen kis piros, részek is így kilátszik az alsó pólója, ilyen motoros kesztyű rajta, tehát én ne róla, hogy ez egy ilyen Bruce Wayne-nek egy ilyen motoros ruha, úgymond, szürke színű nadrág, és akkor hozzá bakancs. Meg még az öv is egész jól meg van neki csinálva, hátulról ezt mutatja. Itt is látható ugye, hogy eredeti figuráról beszélünk, 1995-ös kiadás, DC Comics, stb. 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 Na, megmozgatjuk egy, mindjárt, és akkor megmozgatjuk egy kicsit, és akkor mindjárt rátérünk arra, hogy hogy lehet belőle Batman csinálni. A figurának körbe lehet tekerni teljesen a kezét, így másik kezével nagyjából ugyanez a helyzet, csak akkor itt hátul megütközik, de a kenerre jellemző minőségben nem lötyög a figura, még mindig nagyon stabil, és igazából a lábait is így be lehet neki hajtani, tehát be lehet ültetni egy betmobilba, hát legalábbis ilyen nyújtott lábbal, de ezzel így nem volt soha a probléma. Nos, a figurának van egy ilyen trükkje, hogy a fejét így lehet bólogattatni, ami egyébként tök jó pofa, de ez igazából nem erre szolgál, hanem ez arra szolgál nekünk, hogy hát már az átalakításhoz van neki köze. De előtte nézzünk egy összehasonlítást gyorsan. Így néz ki a Sonar Sensor Batman-nel, illetve az Animated Series B-nél. Szerintem ennyi elég is lesz összehasonlításnak, és akkor nézzük a kiegészítőit neki, ami nem kevés, nem kevés. Tehát ezek a kiegészítői vannak a figurának. Ez úgy néz ki, hogy van nekünk, hát sajnos a színezése az nem a legszerencsésebb, főleg, hogy ebből létezik egy olyan verzió, amiben ezek a indigó kék elemek, ezek szürkék és feketék, Na, azt sajnos nem lehetett itthon megkapni, de én ezt is imádtam, és mai napig nagyon-nagyon szeretem az egésznek a működése, tetszik. Tehát van nekünk egyszer egy láppán célunk, ebből kettő van. Ezt kell fölhelyezni neki a lábára. most képzelhetitek, hogy ez szürke színű, akkor milyen jól egybeolvad az alatta lévő szürke nadrággal. Egyszerűen csak így rá fordítom, és akkor gyakorlatilag már ilyen protektoros lábpáncéja van neki, amin szintén vannak ilyen pengék, amik betmennek a kezén szokott lenni. Ugye ezt megismételjük a másik oldalt, ezt tényleg képzeljétek el úgy, hogy szürke színű, hogy nagyon-nagyon jó kiadja, illetve ez a rész már itt fekete elvileg annál a verziónál, de hogy az miért nem jelent meg Magyarországon, azt nem tudom. Na, hogyha ez megvan, akkor most jön neki a melpáncéja, ami egybe a maszkja. És ez a zseniális ebbe a figurába, hogy gyakorlatilag a korábbi Keneres Batman transformálható Bruce Wayne figurák úgy néztek ki, hogy egy sisakot kellett ráhúzni a figurának a fejére, amitől ilyen nagy lett a feje neki. Ebben az esetben viszont már okosak voltak a cégnél, és adtak nekünk egy ilyen melpáncélt, ami egyben egy alternatív fejet tartalmaz. Amit látjátok, ez a melpáncél elég jól megvan csinálva, ennek már anyagból készült a palástja, és igazából ez miatt itt szépen tud lifegni. A várrész az ilyen kemény, van rajta egy piros-fekete rész, szürke batman -jel. ezek a kábelek is jók. Tényleg csak az kéne, hogy ez ne ilyen indigó kékes legyen, hanem sötét szürke. Maga pedig úgy kell felszerelni a figurára, hogy itt benyomjuk a fejét, hogyha akarjuk, és akkor itt így Visszaakasszuk, de nem is kell feltétlenül benyomódni. Benyomódik a brusfénynek a feje, itt van a helyett a betem és tökéletesen jól néz ki. Annyit nem lehet mozgatni a fejét, de hát valljuk be, hogy ez a filmben is így volt, tehát a évaló életben is így volt. Na most ilyenkor választhatunk, hogy ezeket a páncélokat rakjuk föl neki a karjára, vagy pedig ezeket a fegyvereket tesszük föl neki. Most először megnézzük a fegyvereket, csak sajnos ebből már van egy kis sérülés itt, ha megnézitek. De ez nagyon sokszor le lett róla szedve, meg föl lett rakva. Hát nem egy tipikus Batman fegyverek, de hát lehet, megint csak a színezés az nem a legigazibb, de jó, végeredményben nem néz ki rosszul ez. És ezeket ide így föl kell klippeltetni, föl kell chiptetni a karjára neki. Próbálom, csak ne törjön el már ennél is jobban, mert tényleg ez gyerekkoromban annyiszor szedtem le, annyiszor raktam rá föl, hát sok játék volt vele. Na, és, és nem tört el. Így fajn. Tehát így ezt ide föl lehet neki rakni, és akkor Batman tényleg így hasba tudja szúrni vele az ellenfelet. felet. nekem jobban tetszik egyébként, hogyha a alapprotektor vannak arján, de lehet vele ilyet is csinálni. Minden esetre ezt most innen leszedjük, és jöjjenek tényleg azok, amik oda azt mondom, hogy jobban élenek. Na, tehát itt, ha felrakjuk ezt a karjára, megint csak azt tudom nektek mondani, hogy elfedi nagyjából a kesztyű részt, a bőr részt elfedi. Ha ez szürke színű lenne, megint jobb lenne, úgy nyilván. És akkor a másik karjára föltesszük ezt. Ezek szerencsére masszívabbak, mint a kis pengék. És lényegében itt áll előttünk Batman indigó kék színű lovagja Gotham-nek, de maga a színezést, hogyha nem beszük akkor tényleg mocskosul jól néz ki. És ha úgy tartja kedvünk, itt van a hátulján neki kettő darabénk is rögzítő, amire föl tudjuk rakni ezeket a fegyvereket, csak mert sajnos nem annyira úgy áll meg, ahogy kellene. Ezt fénykorában így be lehetett így állítani, mint hogyha valami szárnyak lennének neki, ami nekem itt tetszett, mert ugye el lehetett vele játszani, hogy repül. A figura mozgathatósága egy kicsit lekorlátozódott, ennyire lehet most már csak fölhajtani neki a kezét, a lába én szerencsére ez nem látszik meg, de most egyébként tényleg baromi jó és egy ötletes, tehát imádom. Nyomjunk így is egy összehasonlítást. Így néz ki akkor a másik két figurával, ugye az az a szonárszenzor Batman-nel és a kétarcú hárvizenttel, akit Tommy Lee Jones játszott a filme. Szerintem nem rosszak, ezt a figurát szeretem a legkevésbé talán a háromból. A színezése jó neki baromira, de nagyon nehéz megállítani, és nevetségesek a kiegészítői. Na, de itt az ideje, hogy összefoglaljam akkor a véleményemet erről a három figuráról. Összességében nézve szerintem ezek a figurák jól sikerültek, és ha figyelembe veszük, hogy már 27 éve annak, hogy kiadták őket, akkor nagyon jól sikerültek. Gyűjtőknek tudom ajánlani őket, de a játékra is jók lehetnek, ha be akarjátok őket szerezni, csak szerintem már az elég drágák. Hát ha be akarjátok esetre szerezni őket, akkor ajánlom az ebay-t, ezzel igazából végére is értünk ennek a videónak. ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, like megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket, sziasztok!